Egyre többször hallani, hogy az emberiség az igazi vírus a világban, amely elpusztítja a környezetet. Egyre többször hallani, hogy utálom az embereket és sokkal jobban érzem magam az állatok között. Egyre többször hallani, hogy az ember valójában a legönzőbb élőlény, amelyet kizárólag csak a saját érdeke érdekli. De mi történt velünk? Hogyan jutottunk idáig, hiszen néhány száz éve még Isten képmásai voltunk, a teremtés csúcsa. Aztán ugyanez elveszett, de még akkor is erkölcsös élőlények maradtunk, akik szépre, jóra, igazságra törekszenek. Aztán jött a tudomány, és szépen lassan majommá fokozott le bennünket, de még mindig azt mondta, hogy oké, de különleges, rendkívüli majmok vagyunk. És ma meg eljutottunk odáig, hogy már néhányan azt is fölvetik, hogy lehet, hogy nincs is értelme, hogy itt vagyunk a világban. Ha azt hiszed, hogy ez az egész, amit itt most mondtam, túlzás, akkor teljesen jól hiszed. Én sem gondolom, hogy ma az emberek többsége azt érezni, hogy az emberiség fölöslegessé vált a világban. Azt viszont igenis állítom, hogy egyre többen éreznek valami hasonlót legbelül. És az is egyértelmű tény, hogy a filozófia, amely mindig a történelem előtt jár egy lépéssel minimum, már meg is fogalmazta az ember utáni világnak az ideológiáját, ez pedig nem más, mint a poszthumanizmus. Poszthumanizmus. Na, álljunk meg egy szóra. Most, hogy megálltunk, érdemes tisztázni, hogy mi a különbség a poszthumanizmus és a posztmodernizmus között. Ezt a két dolgot nagyon sokszor halljuk, de hajlamosak vagyunk összekeverni őket. Mind a kettőben közös, hogy szembefordulnak a modern embernek a pozitivizmusával, azzal, hogy hiszünk abban, vagy szeretnénk hinni abban, hogy valami nagy dologra vagyunk mi, homo sapiensek hivatottak. A posztmodernizmus például azzal kezdi, hogy felszámolja a modern ember nagy mítoszait, nagy történeteit arról, hogy honnan jöttünk és merre tartunk. Ha valaki most vakarja a fejét, hogy miközön van nekem a posztmodernizmushoz, akkor ki kell, hogy ábrándítsam, ugyanis ő is egy posztmodern világba született, és minden bizonnyal ő is egy posztmodern életet él, ami nem jelent más, mint hogy valódi kapaszkodók, célok, valódi mítoszok nélkül kóvályog a világban. Most, hogy már mindenki érti, hogy mi is pontosan a posztmodernizmus, szerintem menjünk tovább és beszéljünk most már a poszthumanizmusról. A poszthumanizmus magát az embert kérdőjelezi meg. Szerinte a humanizmusnak az a gondolata, hogy az ember értelemmel, szabad akarattal és öntudattal rendelkező lény, csupán egy olyan utolsó mítosz, amelyet szintén le kell rombolni, ha tovább akarunk lépni. A poszthumanizmus számára az ember semmilyen kitüntetett szereppel nem bír. Isten híján már nem Isten képmása. De még csak az evolúció csúcsának sem tekinthető, maximum egy lépcsőfok, amire rá kell taposni és tovább lépni rajta. Borzalmasan hangzik, vagy esetleg túlságosan elvont? Lehet, de a mesterséges intelligencia kutatás, a nanotechnológia, a kibernetika, a virtuális valóság, a génsebészet, az animal studies, az ökológiai mozgalom fejlődése és sok minden más, ez a borzalmas és elvont valami, amit poszthumanizmusnak hívunk, már belakta az előszobát. És lehet persze legyinteni a poszthumanizmusra, de aki ezt teszi, véleményem szerint nem látja tisztán a folyamatokat, és nem tesz más, mint hogy a jövőre legyint. Aki pedig a jövőre legyint, az mindig megbünteti a történelem. Úgyhogy én azt javaslom, hogy vigyázó szemeteket a poszthumanizmusra vessétek. Súlyos a téma, úgyhogy megint meg kellett, hogy álljunk, ugyanis a poszthumanizmus kapcsán van egy könyv, ráadásul magyar szerzőktől. Erről a könyvről van szó, amelyet Horváth Márk, Lovász Ádám és Nemes Z. Márió jegyez. A címe az, hogy a poszthumanizmus változatai. Alcím: Ember, embertelen és ember utáni. Ez az a könyv, ami számomra az elmúlt évek egyik legfelkavaróbb, leginspirálóbb és legprogresszívebb írása volt a magyar filozófiai irodalomban. Szinte semmivel nem értek egyet, ami benne van, de mégis azt gondolom, hogy aki a 21. századi gondolkodás arénájába, az emberről való gondolkodás arénájába be akar menni, annak először is ezen a könyvön kell átverekednie magát. A poszthumanizmus tehát mindannak a kritikája és elvetése, amit az emberről, vagyis önmagunkról hittünk. Ez egyrészt sokunk tartózkodó és óvatos viselkedésével ellentétben egy radikális nyitottságot jelent a technikai fejlődés felé. Szerintük a digitális folyamatok elgépiesítő hatásától nem kell félni, nem kell küzdeni ellene, hanem egyenesen üdvözölni kell. Végül is, ha közben az ember eltűnik, nem veszítünk már el semmi különlegeset, sőt, végre az új lépcsőfokot megtaláljuk és ráléphetünk. Az emberi léten való túllépés másrészt nem csak a technológiával való egyesülésünket jelentheti, hanem akár a természettel, vagy más életformákkal való összeolvadásunkat is. A lényeg, hogy szűnjönek már meg az embert más létmódoktól megkülönböztető határok, mert ezeken túllépett az idő. A 21. században egészen új kérdések és törésvonalak lesznek. Ezért tartom rettenetesen laposnak a jobb oldal-bal oldal megosztottságot.
Ezek a hagyományos politikai keretek a 18-19. Században jöttek létre, most már 2020-at írunk, és olyan kihívások dörömbölnek az ajtó, mint a migráció, a klímakérdés, a digitalizáció, vagy éppen a most taglalt poszthumanizmus. Ahogy a legelején mondtam, elbizonytalanodtunk saját létezésünkkel kapcsolatban. De hogyan akarunk a fenti problémákkal megbirkózni, ha azt se tudjuk, kik vagyunk? A poszthumanizmusnak viszont van válasza. Ő azt mondja, lépjünk túl az emberen, mert annak már semmi értéke nem maradt. Ezzel az egésszel szemben szerintem valamiféle új humanizmusra van szükség, egy új emberképre, egy új nagy történetre, önmagunk újraértelmezésére. A 21. században ez a vita nem kerülhető el a poszthumanizmus és az új humanizmus között, ezt a meccset le kell játszanunk. Én pedig maradok az ember oldalán, maradok a humanizmus oldalán, de azt is el kell mondjam nektek, hogy úgy látom egyelőre vesztésre állunk, úgyhogy jó, hogyha rágyorsítunk. Ahhoz, hogy a 21 vlog fennmaradjon, a te segítségedre is szükség van, kérlek, hogy légy a támogatóm a Patreonon.